Io idera sal, lo tegne busche, lica. Ужгарлица я стынакли. Ужгарлица я стынакли. Итник сике чангу ярыме. Я ида итню сике я. Inacciamo più scemo ogni ed è chi nasciamo più scemo ogni se ben noi te sviriu battio se meglio noi te sviriu battio. Oco sarnia copuiaro, oco sarnia copuiaro. Bravo, non si neve mi riva. Io ide hozo neva. Uzdalište no stolno put, joj da uzdalište no stolno put. Ulundiš me gazu raku, joj da jenge ike. Mikor Regina néve összekerültek, az hogy történt? Jó, hát ha azt kell kezdeni beszélni, ki tudja, hogy mire gondol a rossz Reginám. Hát a valóságot mondom, ha mondom, ha vissza kell emlékezzék ő és meg én is. Hát az úgy történt, hogy gyerekkorunkban csináltak ilyen bálokot, tudja, a muzsikusok. Meg volt apósom, meg volt a testvére János bácsi. Bátyja Reginának, az is pulika, Jánosnak hitták. Akkor Jánosbámnak kellett életébe a bál. Olyan táncos volt az, és a szíve szakadott meg a tánci. És itt ebben a helyben volt a nagymamájának a lakása. És ilyen nagy szoba volt né. És megengedte az öreg asszon, hogy összegyűltek, csináltak egy jó bált. Milyen a gyermekség, hát. Ma akkor Reginával, hogy nekem te szeretőm lesz, nekem szeretlek téged. De ő is igen ingemet, azt mondta. Na hát a szeretőinek, ha egyszerre kettőt táncoltattam, Annát, a testvérit, Annacskát, és őt, a kettősbel. Elég az hozzá, hogy ha hogy tartsak két szeretőt, Annát is szerettem volna, Reginát is, de hát annyit nem lehet tartani, gondoltam magamban. Hát körülbelül lehettem olyan 8-9 éves gyermek. De mi azt úgy tartottuk, hogy mi, én szeretem Regina, és Regina is úgy tartotta, hogy én szeretem vagyok. Jó? Aztán följebb lettünk, nagyobbak lettünk, ugye mindig mentünk muzsikálni ide, oda. Hát nekünk soha időnk arra, hogy lett volna, hogy bár egy kicsit beszélgessünk sohas. Kutorgajat, ha...
Aztán egyszer elmentünk a bócsúra, s a bócsúra a miséről bejöttünk, s be oda a nagy kárba, a nagy iskola kárba, sok sátor volt, s megvásároljuk a lábbelit nekem, a bakkancsokot, s na menjünk haza, azt mondja néni, menjünk. Mikor kimentünk a főútra, mondom, ha menjünk ott le, hallom, hogy mozsikálnak János Régina. Bemegyek, s mikor bémelyek a csürkapunál, ott megállottam, szépen félrehúzottam, s szembe, hogy Régina nézett szembe velem, s János es fáját hajtott nekem, Régina, s én es akkor nekik, akkor ugye jól láttam. Hát, ott állok, s egyszer hát egy olyan várakedés lesz, én szépen félreállottam oda a csürkapu felé, mondom, szedjétek egymást. Na ott egy csomán ezzel verekednek, s ott egyiket ideverik, húzzák, a másikat tavas. Akik szedték a pénzt, hát Jánost leintették. János odaszekik hézám, s megragad ingemet, s azt mondja, lépjél fel ide, azt mondja, s húzzen utat helyettem, azt mondja, már ne, a legények hívnak, azt mondja, úgy mondták abban az időben, és most is úgy mondják, a mozsikás fogadók hívnak, azt mondja, s jövök vissza, húzzatok Réginával egy nótát. Szívesen Jánoska, mondom. Fel, még megfogta a lábamot, és felugrottam arra, úgy mondják itt nálunk, a zodór. Tudja, a csürbe csinálnak egy olyan, ahova teszik be a sarjut. Na hát arra volt csinálva a helyhegedésöknek. Felülünk oda, felülök, és áveszem, és Régina is úgy örvám, de tudj, vigyorgott nekem, és hát... Mit ülnek? Na, én bizony nem erős néztem rá. Na, hogy mondom, örömen belvédsem a nótát, hát muzsikálni kezdek, de táncol, az a nép. Na, azt azokat a verekedősöket elhajtották, mi a féle lecsendültek. Szépen várom Jánost, ha húzok egy nótát, nem jön János. Igen, kettőcs, akkor se jön János. Igen, harmadc, nem jön János. Hát, Istenem, az ezt elmenté. Jó, lehúzzuk a nótát. Na, mondom végig a gyerekek a nótának, mindenki mehet haza. Na, megköszönik, elmennek mindenki, szépen. Ezt leszedjük a pakot, mi Réginával. Tokba teszem a hegedűt. Na, mondom Réginának, köszönöm szépen, hogy a testvéred milyen szépen visszajött, mondom, Jánoska, mondom, hogy én is táncolok egyet. Hadd el még rá érsz, azt mondja, a tese vagy olyan túl öreg, azt mondja Régina, hogy még rá ne érj. Réginával ott szépen elbeszélgetünk. Künn a bodegál, és mondom, ha palastul volt az eké, akkor csángoson jártunk. Azt mondja, hogy én a gardomból megyek haza kicsi Janis, aztán te vidd be neki a muzsikát. Mondom, ne, hát mondom, én nem szabad felmenjek, mondom, hézát, halljunk ketten az én. Azt mondja, én nem bánom. Jó. Anyósom el volt csíkba aratni, és János, tudtuk, hogy ő is elmén valahol udvarulni, hát. Hát nem mehetek fel Hézát, te kicsi Régina, mondom. Mióta várom, hogy bár egyet szó Hézám, hogy hiel, mondom, guzsajos. Már ezelőtt úgy mondták az udvarlást itt nálunk, hogy guzsajossak. Na, hát ő nem bánja. Akkor onnan szépen én fel az uton, be is, Réginás. Hát mikor menjek, hát hallom valaki olyan szépet fütyör, s künt csinálta a nyári konyhába a vacsorát, sose felejtem el, salátát öntött volt. Puliszkát főzött volt, kenyér is volt. Na de lámpa mellett akkor villany nem volt szívem. Senkinek. Megálltam a kapuba, s vártam, hogy egyszer jön ki a kicsi konyhába, s kijött, s ment be a házikba, s vitte be az ételt, mondom, hát bémeltek-e régi nacskos? Hát te vagy-e Janis? Mondom én. Jár hát csak bé. Mondom, igen, de félek, a kutya megmond. Volt egy nagy hamis kutyák, de meg volt kötte, de hát én is csak azért, hogy vetezkedtem, hogy bár jön a kapuba, hogy fogjon meg, hogy menjünk kettőbé. Hogy hívjon ő is. Hát ne én örökké mondom, ne én jelenkézek örökké. Na jár-jár-jár, azt mondja, ne félj semmit. Na aztán bementünk, vacsoráztunk kettes, vártuk János, hogy jön haza, de nem jött haza. Aztán ott elbeszélgettünk reggelig. Reggel szépen hazamentem, aztán egy hétre, kettőre megint feljöttem, megint találkoztam, és mikor negyedik szép feljöttem, akkor hívtam egy férhez.
Azt mondja, kicsi Jani, ne haragudja, ha édesapám haza nem jö, én soha férjez nem megy. Addig várom, amíg haza édesapámhoz. Mielőtt édesapám hazajött, akkor járás, vigyél az. De édesapám orosz fogságban volt az öreg. Hát mondom, ki tudja, mikor lesz az. Így. Csak a legelsőt is, a többi csak így. Akkor végig menjen. Igen, mert akkor nem találod. Nem. Jó, nekem mindegy, ahogy mondjátok. Így.